Sziasztok, Rikári vlog, és Csongrádon fogunk körbetekinteni. Csongrádnak egy viszonylag újabb, hát relatíve újabb városrészében, ahhoz képest, hogy ugye honfoglalás óta jegyzik magyar városként Csongrádot gyakorlatilag. Itt a nyugati oldalán Csongrádnak, Piroska városban, a Piroska János téren és környékén fogunk körbetekinteni. Eljöttem ide, mert hogy itt van a tér egyik oldalán a piac, de hát sajnos elkéstem, annak ellenére, hogy reggel 5 óra körül már fenn voltam, különböző csavargások és egyéb otthoni tevékenységek, videó, vágás, feltöltés, fürdés, mosogatás, kávézás, reggelizés, stb. Miatt csak 11 órakor értem ide, és hát így a piacot lekéstem, bár papíron 13 óráig van a piac, de hát gondolom, hogy így dél körül már nem nagyon van kereslet, és így kínálat sem, vagy hát lehet, hogy kínálat nem volt, és ezért nincs kereslet, szóval korábban érdemes érkezni, egyébként itt szerda, péntek, szombat a piac nap, és szombaton van ócska piac is, úgyhogy szombaton ki fogok nézni. Hát szerettem volna egy kis zöldséggyümölcsöt, de hát most már így ezt majd veszek a boltba, vagy a zöldségesnél. Szombaton megpróbálok majd kinézni, aztán ott ütik a nem tudom hány órát. Mindjárt megnézzük a másik telefonon, 3/4 valahányat, 3/4 egyet ütik. Úgyhogy a piacon csak egy cipőárust találtam, és hát nem azt mondom, hogy mérgemben vagy kínomban, hanem jobb híján, mivel más nem találtam itt a környéken. Megittam egy jó pécsi sört itt Csongrádon, azért pécsit, mert megy a pólómhoz, ugye ez a zebrás Vazarelli által, egy Vazarelli kép alapján dekorált pólóhoz megy a pécsi sör, és egyébként meg azért, mert azt lehetett kapni Csapoltan, és most pedig itt körbe fogunk tekinteni, mert van pár érdekesség, és egyébként délután meg az a tervem, hogy megyek és eszek eredeti bécsi szeletet, borjú bécsit, mert hogy ugyanis az utóbbi időben sehol nem kapok borjú bécsit, még Bécsben sem kaptam, az ilyen schnitzel house-okban, meg az ilyen schnitzel elnevezésű, schnitzelről elnevezett éttermekben sem, és Budapesten sem a bécsi szeletről elnevezett éttermekben sem lehet már, hát legalább 6-8 éve kapni, sajnos, régebben lehetett, de hát valószínű a borjúhús árával lehet ez összefüggésben, hogy nem éri meg az étlapon tartani. Itt viszont Csongrádon találtam egy éttermet, egy nagyon jó éttermet, ahol hát ha nem is olcsó, de végül is annyira nem vészes, és lehet borjú bécsi tenni mindenféle helyi nyalánkságok, finomságok mellett, úgyhogy ez lesz a mai ebéd, ha minden igaz, gyöngytyúk, újházi gyöngytyúk leves és borjú bécsi. Majd csodálkozni fognak, hogy nem kérem az étlapot, mert én már kinéztem előre, de ez most a terv, és hát akkor most itt körbe tekintünk, mert mint mondtam, van egy pár érdekesség. Itt van egy kellemes kis pihenőpark, ami hát kifejezetten érdekességeket nem tartogat, ez inkább így a környékbelieknek, meg az erre kirándulóknak kellemes, itt meg lehet pihenni egy jó kis játszótérrel, és árnyas fákkal és padokkal. Megmutatom ezt a fát. Most itt, nem tudom, ismeritek a csörgőfát? Ilyen ezért termése van, ebben van a mag. És ha megrázzátok, akkor csörög. Várjatok, letépek egyet. Ebből már pont kiesett, mondjuk. Na mindegy, csörgőfának hívják, nem tudom, hogy ismeritek-e. És akkor itt van egy ilyen jó kis játszótér, és egy ilyen kellemes pihenőpark. Ne tegyem bele az ujjamat. És ezen a padon ültem az előbb, ez a nem csöves barát pad. Ugye, mert nem lehet rajta elfeküdni. És akkor elfelejtettem, hogy most gimballal, stabilizátorral akartam videózni, úgyhogy itt következik egy vágás. Szóval itt a nem túl csöves barát pad mellett fejeztük be, és a játszótér mellett. Hát most játszani nem fogunk, hanem körbe tekintünk. Hát azt hiszem, hogy itt egy kicsit ránézünk a parkra.
ilyen sugaras irányba mennek ki a kis sétányok, és középen egy ilyen kis kert található. És akkor mellette a piac, egyébként a város rész, és ez a tér is Piroska Jánosról, a Csongrád volt polgármesteréről kapta a nevét, a 30-as években, azt hiszem a 40-es évek elejéig volt polgármester, és hát nagyon sokat tett a városért, a város parkosításáért, például ő intézkedett a fő úton a platánsor telepítéséért, és közművesítés, és ilyen dolgok fűződnek a nevéhez, a nagyi így szokta emlegetni, ő ugye akkor itt gyerekeskedett, gyerekként itt élt Csongrádon, úgyhogy ő is szokott róla sokat mesélni, de majd még őrá még visszatérünk, mert más történelmi vonatkozásokban is érdekes az ő neve, úgyhogy egy későbbi videóban még fogunk róla beszélni. Hát itt található a piac, ahol én már nem tudtam ma vásárolni zöldséggyümölcsöt, mert hogy mint mondtam, későn jöttem, de hát majd szombaton kilátogatunk ide, és akkor itt a térnek a szélén, ezen a kellemes kis sétányon átsétálunk oda szembe, sőt lehet, hogy ki is megyek az útra, mert hogy onnan talán többet látni abból, amit mutatni szeretnék nektek, mert hogy itt ezen a téren, a térnek az északi oldalán található egy templom, nevezetesen a Szent József plébánia templom, és ezt is meg szeretném nektek mutatni, bármivel, hogy itt elég nagyok a lombok, ezért innen ez hát eredetileg jól látszana, de így nem annyira, úgyhogy megpróbáljuk közelebbről megnézni. Egyébként 1930. június 15-én szentelték föl ezt a templomot, tehát nincs 100 éves. Egy ilyen modernebb stílusú római katolikus templomról beszélünk. Az előbb én már benéztem, meg itt körbejártam. Megmondom őszintén, jó pofa, tehát nekem az ilyen jobban tetszik, mint mondjuk a barokk templomok, azokkal a túldíszítettséggel és mindenhol az arany meg ezek, az nekem annyira nem jön be, de hát ízlések és pofonok, kinek mi tetszik, van aki szereti a barokkot, hát a templom tornyát azt nem annyira tudjuk megnézni, csak így félig meddig, mert hogy kitakarja a fa, nézzétek meg, hogy milyen impozáns a homlokzata, egy tornyos templom, egyébként mellette egy iskola található, ami előbb korábban épült, mint a templom, és a iskolának volt egy kápolnája, ami nyilvános volt, és oda jártak a környékbeli hívek, de hát az kicsinek bizonyult, és ezért kellett itt a városnak ezen a részén ezt a templomot akkoriban felhúzni. Itt elmennek az autók, akkor megyünk át, és akkor itt megnézzük, hogy mi látható még itt. Ugye látható egy feszület, ilyen, hát nem is tudom, ez gránit, vagy nem tudom milyen kő. Hívek adományaiból állították 2015-ben. És akkor megnézzük a templomot közelebbről is. És hát itt a környék, itt a közvetlen környezetében a templomnak más alkotások is láthatók. Hát így a templom is, vagy így a torony is megtekinthető ebből a szögből. És akkor picit bekukkantunk, ha már itt járunk. Az ilyen kovácsolt vagy dolgokat én nagyon szeretem, mint az ilyen kapupántok, meg kilincsek, meg ilyenek. Nagyon jól néz ki. De hát ez nem olyan régi, de hát mégis ilyen stílusos módon oldották meg. És akkor benézünk ide a templomba. Látjátok, hogy ott elől az oltáron, ott
itt Szent József szobra található. Nem tudom, hogy mennyire látszik, mert elég sötét van. Kicsit fölfelé is nézzünk. Látjátok, hogy ez nem az a szokványos barokkos stílus. Nekem ez sokkal jobban tetszik, megmondom őszintén. És akkor itt oldalt van egy ilyen mellékoltár is. Oda is be tudunk nézni. Egy kicsit kísérteties a történet. Előtt olyan, mintha szellemek lennének, ugye itt ilyen. Először azt hittem, hogy szerzetesek, de nem mozdulnak, úgyhogy nem élő emberek, hanem letakart szobrok ezek szerint. Ha mégis élő emberek, akkor bocsánat. De nem hiszem, mert hogy a halott Krisztus látható az oltáron. Nem tudom, hogy Mária, aki ott tartja a kezében, vagy nem tudom. Nem hiszem, hogy emberek vannak benne, mert hogy ide van téve elé ez a imazsámoly, vagy nem tudom, minek mondják ezt. Úgyhogy ezt a kis mellékoltárt is megnéztük, és akkor megyünk tovább. Szentelt víztartója, egy érdekesség. Jelentkezni cserkésznek, ha szeretnétek. És érdekesség, hogy itt mint a körzeti orvosnál a plébániák körzetbeosztása is föl van tüntetve. Az ember így nem gondolná, hogy van ilyen, de hát ezek szerint van ilyen, hogy melyik utca, melyik plébániához tartozik. Ebben az ember így nem gondol bele, de hát ugye városban ez teljesen jogos felvetés. És akkor elmegyünk erre oldalra. Itt egyébként tartozik egy kolostor is, vagy olyan ház, nem is tudom, de ehhez a templomhoz, de azt nem sikerült megtudni, hogy milyen. Hát elvileg az udvarban egy Szent Ferenc szobor áll, úgyhogy lehet, illetve itt egy piorista papnak az emléktáblája található nevezetesen Vári Gellért, aki egyébként a piorista rendet az 1900-as évek elején Rómában képviselte, közép-európai és hazai piorista rendet. 1843-tól 1929-ig élt, és egyébként ő írta meg először Csongrád történetét. És hát itt bent van valószínűleg a Szent Ferenc szobor, amit sajnos nem tudunk megnézni. Hát én most becsöngetni nem akarok itt zavarkodni ebédidőben. És itt van a kolostornak a bejárata, de nem túl informatív, nincs kiírva, hogy, és a neten sem találtam, hogy melyik rendnek a kolostora van itt. De hát ennyi baj legyen, esetleg ha valaki tudja és megírja, azt nagyon megköszönöm. Itt egy jó pofa régi heggesztett vaskerítés. És akkor nézzük itt az egyéb nevezetességeket és alkotásokat. Például itt a kolostor előtt áll Antal Józsefnek a szobra, amit 2000-ben állítottak. És akkor hát kicsit ellenfényben vagyunk, de szerencsére nem süt a nap, úgyhogy nem annyira nagy a kontraszt. Csak a keresztény Magyarországnak van jövője. Idézik Antal Józseftől, és hát egy ilyen kis szobor, nem is tudom, ez bronz lehet talán. Nem, ez kő. Csak úgy van olyan színű, hogy azt hittem, hogy bronz. Na,
ütötte a harang az 1 órát, a 13 órát. És akkor mi pedig haladunk tovább ebben a kis körbetekintőben. És itt a templomon túl még más is található. Hát sajnos a Szent Ferenc szobrot nem tudom megmutatni, de ide akkor a leírásba beteszem a köztérképes műlapját, és ott megnézhetitek róla a fényképet, és elolvashatjátok, hogyha valakit esetleg jobban és behatóbban érdekel. Ugye itt a suli, ez egy általános iskola ma. Ugye, mint mondtam, ez létesült először, és ebben volt először kápolna, és csak később létesült a templom. És akkor nagyon szép kertje van itt a sulinak, ilyen kis sövényes, rózsás, nagyon szépen rendben van tartva, körbe kirakva keramit kockával. És hát akkor itt most megnézzük ezt a dolgot. Van ilyen kupakgyűjtő szív, állítólag ezek el fognak tűnni. Bár nem tudom, hogy igaz-e, mert hogy ugye azt hiszem a MOL-hoz vagy hova került a hulladékbe gyűjtés, és most már nem lehet így külön gyűjteni, meg leadni, hanem csak a rendes szelektív kukába. És itt egy ilyen kis, hát nem is tudom minek mondjam, ilyen életfának, vagy nem tudom minek, ami köré épült állványzaton egy ilyen lakatfal van, és nem a szokványos lakatfal, amit megszoktunk, amit a szerelmesek szoktak föl aggatni az ilyen lakatfalakra, hanem itt a felirat az az, hogy piroskások voltunk, és itt a diákok raknak föl az öreg diákok lakatokat, és arra emlékezteti őket, hogy itt jártak iskolába. Látjátok, hogy itt van a diáknak a neve, és hogy mikor járt ide. Illetve hát ugye nem egyformák, de hát például ebben gondolom ők osztálytársak voltak, és együtt csináltatták. Látjátok, itt is egy csomó hasonló lakat egy kupacban. Úgyhogy ilyen is van. Ilyet még megmondom őszintén, hogy nem láttam. Ilyen szerelmesek lakatfalát már igen, de ilyen öreg diákokét még nem. Ezek szerint ez itt egy hagyomány. Hát írjátok meg, ha hallottatok ilyenről, mert lehet, hogy én vagyok már túl öreg, és ma már ez hagyomány több helyen. Én most látok ilyet először. Itt a busz megálló, itt áll meg az iskolabusz, meg a helyi járat. És lehet, hogy csöpög az eső. Na, hát... És... Ott van a... Ja, nem látni a kocsmát, mert az nem az, egyel beljebb van. Úgyhogy most ilyen kocsma túra nem lesz. Egy darab sört megittam azért. Még a héten nem ittam alkoholt, úgyhogy muszáj volt már, és már szerda van, úgyhogy muszáj volt már egy sört meginni. És akkor Petőfi szobráról először az idézetet nézzük. Mert szeretem, hőn szeretem, imádom, gyalázatban is nemzetemet. Magyar vagyok című verséből. Hát úgy érzem, hogy ez egy kicsit aktuális ez a vers. Hát vitatkozzatok velem kommentben, hogyha nem értetek egyet. Én aktuálisnak érzem ezt az idézetet. És hát akkor ez viszont bronz lesz. Ez bronz. Látjátok? Pirosfehér zöld szallag van a Petőfi Sándor nyakában. Megpróbálunk még itt egy olyan perspektívát, hogy Petőfivel és a templommal, hát ha ez lesz az index képe ennek a videónak, csidejónak. Na mindegy, majd próbálkozok videón kívül is. Én azt hiszem, hogy ez a videó az ennyi. Itt a Piac tér, illetve Piroska János tér körüli nevezetességeket megnéztük. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban. Jövök még további csongrádi videókkal a napokban. Tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok! Csüssz!